Néhány évvel ezelőtt talán egyetlen ingatlan szakértő sem gondolta, hogy 2022-re egy pár négyzetméteres kis erkély lehet egy lakáseladás megoldó képlete. A budapesti ingatlan piacra ugyanis 2020-ig a Covid megjelenéséig az volt a jellemző, hogy 1000 hirdetésre vetítve jóval kevesebb volt az érdeklődő az erkélyes lakások iránt, arról már nem is beszélve, hogy az erkély jelentette ártöbletet, nagyon kevés vevő fizette meg, tehát az erkélyes lakások hova tovább alacsonyabb áron is cseréltek gazdát. A koronavírus azonban átrendezte az igényeket, azaz a keresletet. 2020-ban, 21-ben és a 22-es évben is 5-7%-kal több érdeklődés érkezik az erkélyes lakásokra, míg 2019-ig bezárólag a nem erkélyes lakások voltak a népszerűbbek. És a kereslet nem csak a népszerűséget tükrözi, hanem az árak alakulására is hatással van, mert az elmúlt egy évben 15%-kal nőtt a budapesti erkélyes lakások ára, míg a nem erkélyeseké csak 12%-kal, és körülbelül 2-3%-os felára van egy erkélyes lakásnak szemben azokkal, amiknek nincsen olyan zöld kapcsolata, ahová ki lehet lépni. Itt nem kell feltétlenül óriási nagy területekre gondolni, akár már egy 2-3 négyzetméteres erkély is többet ér a lakáspiacon. Ez az érték, illetve árkülönbözet azonban kifejezetten a fővárosra érvényes, aminek az a magyarázata, hogy a vidéki városokban már viszonylag kis ártöbletért, akár kisebb családi házat vagy kertkapcsolatos sorházat lehetett venni. Az ilyen típusú ingatlanok népszerűsége egyébként a fővárosban is megugrott, amit az árak is tükröznek. Az a fajta ár lemaradás, amit a kertes házak elszenvedtek a társasházi lakásokhoz képest egy négyzetméterre vetítve, ez az olló is zárult. Korábban ugyanis akár 20-30%-kal olcsóbb volt egy négyzetméternyi családi ház, mint egy társasházi lakás. Ennek az is volt az oka, hogy a családi házak alapterülete jóval nagyobb, mint egy átlagos társasházi lakásé, és emiatt az egy négyzetméterre jutó vételár vagy eladási ár is jóval alacsonyabb volt. Ezért most egyfajta kiegyenlítődés látszódik, és nagyságrendileg most már ugyanannyi pénzt kell fizetni egy társasházi lakásért, mint egy családi házért, ikerházért vagy sorházért, hiszen a kertkapcsolat, vagy éppen egy erkély, az sokkal inkább felértékelődött a vevők szemében. A felértékelődött erkélyek nem csak a használt lakáspiacon jelentenek ártöbletet, az új lakások esetében egy néhány négyzetméteres kilépő, illetve erkély még látványosabban jelenik meg a vételárban. Úgy tűnik, ezzel a beruházók, illetve kivitelezők is tisztában vannak. Annak ellenére, hogy az új lakásszektor és az építőipar elég lomhán reagál a változásokra, észrevehető az a fajta különbség, hogy a most induló építkezéseknél vagy tervezéseknél már a legtöbb társasházi lakás esetében beterveznek valamekkora erkélyt, lehet, hogy ez csak egy fél négyzetméteres kilépő, de akkor is most már a legtöbb társasházi lakást erkéllyel vagy éppen kertkapcsolattal kínálják eladásra, pontosan ezért, mert a koronavírus járvány erősen átrendezte a keresletet is. Az új lakások ezzel nem csak jobb áron, de könnyebben is értékesíthetők. A használt lakások piacán ugyanez érvényesül. Az igaz ugyan, hogy az előző években tapasztalt évi 20-25%-os drágulás mostanra 10-15%-ra mérséklődött, de információink szerint a fővárosban most egy erkélyes lakás 2-3%-kal kell el drágábban, ami azt jelenti, hogy az erkélyesek átlagos négyzetméter ára 910 000 forint körül alakul, míg az erkélytelenek 880 000 forint.